Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt miniszter úr, polgármester úr, kedves képviselők, szeretettel köszöntök mindenkit a mai estén. Szeretném megköszönni Varga Mihály miniszterelnök helyettes úrnak, pénzügyminiszter úrnak a tájékoztatót, és azt, hogy milyen kiválóan dolgozik értünk, karcagi emberekért, kunsági emberekért, az egész országért, hiszen ő Európa legjobb pénzügyminisztere. Ezt megszavazták, ebben bizonyított, és Magyarország gazdasági talpraállítása, az, hogy a magyar gazdaság növekedési pályára állt, és hogy egyre több embernek van munkája és tisztes megélhetés, hogy tudunk boldogulni ebben az országban, elképzelhetetlen az ő kiváló munkája nélkül. Orbán Viktor miniszterelnök úr, a kormány és pénzügyminiszter úr odafigyelése, gondoskodása, szívós munkája nélkül. Ez egy olyan teljesítmény, amely szerintem a történelem könyveknek a lapjaira fog kerülni, és mi most itt vagyunk, amikor ezek a lapok íródnak. Mi az a annak a generációnak a tagjai vagyunk, annak a kornak a tagjai vagyunk, amikor Magyarország lépésről lépésre behozza a lemaradását az Európai Unión belül, és reméljük azt, hogy hamarosan az élvonalba fog menni. Ez egy óriási munka, köszönet érte mindenkinek, hiszen mindenki a saját területén helyt áll, dolgozik, termel, gondoskodik a családjáról, saját magáról, és ezekből a teljesítményekből áll össze az, ami az országé. De az fontos, hogy az országot kikormányozzák, és jó irányba összegzik-e mindazt a munkát, amit végzünk. Ezért is nagyon fontos, hogy most, amikor a helyhatósági választás előtt állunk, akkor a Dobos László polgármester és az önkormányzat által, a karcagi képviselők által vitt várospolitika folyamatos legyen, és megmaradjon az összhang a kormányzat, a megyei irányítás és a helyi önkormányzatok között, a város és a kormány között. Ez összhangozó és egybehangzó együttműködésre van szükség, máshogy karcag sem tud fejlődési pályán maradni, és mi most egy olyan rendezvényről jöttünk ide, tisztelt Hölgyeim és Uraim, ami mutatja azt, hogy úgy, ahogy az ország talprát és erősödik, úgy az elmúlt 5, illetve 10 évben karcag városa is lépésről lépésre megint egy növekedési, erősödési pályára tudott állni. Hiszen ma egy olyan beruházást adtunk át, a karcagi kukoricamalmot a régi Rishántoló területén, amelynek köszönhetően Karcag újra fölkerült a malomvárosok térképére. Egy olyan élelmiszeripari beruházás, amelynek köszönhetően a helyben megtermelt javakat, a kukoricát helybe fel lehet dolgozni, kéztermékké lehet ezt a feldolgozást vinni, kéztermék kerül az asztalra, karcagi kukoricaliszt, kukoricadara formájában, és a belső és a külső piacokra egyaránt 30 új munkahely jött létre, és azokról a munkahelyekről még nem is beszélünk, amelyek ehhez a meglévő fejlesztéshez kapcsolódnak. És ez egy jelkép is egyben, hogy a szocializmus idején hanyatló pályára került malomipart, annak a karcagi részét is sikerült felújítani, és újra ma büszkék lehetünk arra, hogy Európa legkorszerűbb kukoricamalma kezdte meg a működését a mai napon itt a városban. Így lehet tehát építkezni lépésről lépésre, és nagyon fontos az, hogy ezzel tisztában legyünk. Varga Mihály miniszter úr, a kormány támogatása is benne van ebben a fejlesztésben, és a többiben is. Az ipari parkiakban, az M4-es autópályának a fejlesztésében, a kisújszállási útnak a megújításában, iskolák és óvodák beruházásoknak a végigvitelében, amelyek nem varázsszóra nőnek ki a földből, nem csettintünk és azért valósul, meg nem elég az, hogy szólunk róla, aztán nem csinálunk semmit, hanem lépésről lépésre ezeket a munkákat végig kell vinni. És ebben nyilván fontos az országos kapcsolatrendszer, a megyei kapcsolatrendszer, de olyan önkormányzat kell, amelyik tudja azt, hogy miképpen kell beruházásokat indítani, miképpen lehet ide pénzt hozni, miképpen lehet azzal úgy gazdálkodni, hogy az a közjavára minden karcagi lakos és a vonzás között javára is szolgáljon. És Dobos László polgármester úr már az elmúlt 5 évben, korábban alpolgármesterként is bizonyította azt, hogy érti ezeket a dolgokat, rátermette erre a feladatra, és az alpolgármesterek, illetve a képviselők úgy szintén ezt bizonyították. Van tehát egy olyan csapat, aki tudja azt, hogy miképpen kell a várost vezetni. És nem hiszem, hogy különösebben kísérleteznünk kellene olyan csapatokkal, akik más területeken szerepeltek, illetve leszerepeltek. Nem akarom megtörni az áhítatot, de erről is kétségtelenül szót kell ejteni a mai estén.
hiszen egy nagyon fontos válaszút előtt áll Karcag, az ország más önkormányzatához hasonlóan, hiszen október 13-án vagy a Fidesz irányába, a Fidesz-KDNP irányába tudunk haladni, vagy pedig a káosz irányába. Hiszen Varga Mihály miniszter úr nagyon jótékony volt, amikor azt mondta, hogy hát talán már elfelejtettük itt Vadai Ágnest, vagy Lukács László Györgyöt, dehogy felejtettük el. Nem felejtettük el, a Karcengi ember amúgy sem felejt, lehet, hogy megbocsát, de felejteni még az unokája se felejt. Tehát azt azért nyilván nem felejtjük el, hogy Vadai Ágnesnek még véletlenül sem volt olyan szavazata a képviselősége alatt, ami Karcag javát szolgálta, csak ellene szavazott. Ugyanez érvényes Lukács László Györgyre is. Soha nem volt olyan döntése, soha nem volt olyan szavazata, ami a karcagi emberek, a nagykunsági emberek érdekeit szolgálta. Mert valamennyi fejlesztés, amit én elmondtam, az állami költségvetésben és a minisztériumok költségvetésében szerepel, és ők soha egyiket sem szavazták meg. Ehhez képest Vadai Ágnes, azért nem felejtjük el, hogy volt a Dérinében olyan lakossági fórum, ahonnan a karcagiak legnagyobb részét kizárták, ellenőröket szabadított a karcagi birkafőző fesztiválra, sőt olyan egészségügyi reformhoz próbált asszisztálni, ahol a karcagi kórház nem szerepelt a magyar egészségügyi ellátás térképén, csak a helye volt ott. Tehát ez Vadai Ágnesnek a működése. Vagy Lukács László György, aki állítólag a Jobbiknak a legnagyobb egészségpolitikusa, miközben abból pénzelt éveken keresztül, és valószínűleg ma is abból pénzel, hogy orvosokat visz ki külföldre pénzért, Angliába, Írországba, egy családi üzlet keretében, és ugyanakkor támadja a magyar egészségügyet, hogy nincsen elég orvos. Tehát ez azért a politikai vastagbőr kategóriában is egészen hajmeresztő. Most pedig csak annyit látunk, hogy annak a családi üzletnek a mintájára az önkormányzatból akarnak családi üzletet csinálni. Csoportosan repülnek rá az önkormányzati tisztségekre olyan emberek, akiket a közéletben soha nem láttunk, akik egy jótékonysági rendezvényen, egy jegyvásárlással sem támogattak soha semmilyen célt, akik egy üveg dankópistát életükben nem ajánlottak fel tombolatágynak, olyan emberek akarnak most a közéletben mérvadóak lenni, és kritizálják azokat, akik dolgoznak, és akik akár évek, évtizedek óta szorgalmasan az élet minden területén megállták a helyüket. Ezért is nagyon fontos a döntés, hogy ilyen embereknek a kezébe sem hatalmat, sem az önök és a karcagiak sorsa fölötti rendelkezési jogot nem szabad tenni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ez a választás igazi tétje. Hogy marad-e a karcagi Fidesz Dobos László polgármester úrral, mint polgármesterrel, az élen a városban, a képviselőkkel, akik az önök bizalmából már hosszú évek óta dolgoznak, és nagy támogatottsággal, az emberek támogatásával teszik a munkájukat, odafigyelve minden apró, cseprő és nagyobb dolgra egyaránt, vagy pedig jön egy káoszbrigád, jönnek önző emberek, akiket csak a pénz érdekel, akiket csak a városi vagyon és a presztízs érdekel. Szerintem nem kérdés az, hogy milyen irányt kell választani. Hiszen Karcag, hogyha egy erősödési pályán van, ha van egy olyan együttműködő csapat, amely képes minden lehetséges forrást idehozni, meg tudja mozgatni az embereket, és a város fokozatosan felzárkózik a többi településhez, az ország nyugati településéhez, akkor ezen a csapaton nem szükséges változtatni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ha végignézzük a beruházásokat, iskolák, egyházi épületek, óvodák, bölcsödék felújítása, az M4-es autópálya szépen halad, Kisújszállási út felújítása, az elmúlt időszakban a Karcag Kunmadarasi útnak a felújítása, aluljáró, felüljáró, ipari parki beruházások, a főtér és környékének a megújulása, városháza, új rendőrkapitányság, járási székháznak a kialakítása, piaccsarnok körüli beruházások, két új játszótér, és még sorolhatnánk az erdélyi tornapályától a fiatalok sportolási lehetőségeit bővítő műfüves pályákon keresztül a nagyvénkerti kosárligetig, a rendezvényeket, a kulturális, művészeti, gasztronómiai rendezvényeket, amelyekkel Karcag ott van az ország élvonalában, akkor látszik az, hogy itt egy átgondolt várospolitika, a karcagi lakosok, a karcagi érdekek és szükségletek figyelembevételével történő építő munka folyik. Nem szabad ezt kockáztatni, maradjon a jelenlegi városvezetés Dobos László polgármester úrral az élen. Hajrá Karcag, hajrá Fidesz, hajrá Dobos László. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.